Magony Imre volt az Európa Klub vendége, aki a Bűn nyomában című könyvét mutatta be. A kiváló író évekig tanulmányozta a korszak székesfehérvári bűneseteit, a bűnüldözéssel kapcsolatos levéltári iratokat, illetve a korabeli újságcikkeket. Székesfehérvárnak a bűnügyi történetét, illetve pontosabban a rendőrség és a bűnüldözés kapcsolatát, a rendőrség szervezését, különféle bűnesetekről szóló történeteket fogok elmondani. Ez a kiegyezés időszakától egészen Trianonig, tehát 1920-ig bezáruló időszakot tárgyalja. Gyakorlatilag a polgárosodásnak azt az időszakát, amikor kialakult a modern állam, és a kiegyezés a monarchiabeli állapotokat. Fehérvári vonatkozásba. Az előadásból kiderült, hogy minden korszakban volt bűn, de az a kérdés is felvetődött, hogy mi számított bűnnek a dualizmuskori Magyarországon. Erre is választ kaphattak a vendégek, miként az előadásból az is kiderült, hogy mi kellett ahhoz, hogy megszervezhessék a rendőrséget a kiegyezés utáni évtizedekben. A legérdekesebb történeteket próbálom meg majd most elmondani, illetve azokat az érdekes momentumokat, amikre esetleg nem nagyon gondol senki, hogy ez mégis hogy ment ez a rendőrségnek a fejlesztése, szervezése ezelőtt 100 éve, és hogy összetudják vetni ennek alapján esetleg a mai viszonyokkal, hogy mennyi nehézségeket kellett megküzdeni az akkori embereknek. Természetesen szó esett a korabeli bűnesetekről, a fehérvári rendőrök sikeres nyomozásairól is. Az előadás résztvevői sok izgalmas új információt kaphattak az írótól.